Legsikeresebb egykori akadémistánknak, Salai Rolandnak volt honnan örökölni a géneket. Nagybátyja, Salai Sándor két VB-t is megjárt, édesapja pedig magyar bajnok. Salai Tibor jelenleg egyéni képzésért felelős edzőként tanítja a fiatalokat, társaival, többek közt a volt válogatott Bodor Boldizsárral, hogy akadémistáink a fia örökébe léphessenek. Élvezik, mert amikor megkérdezem, akkor általában nem hazudnak. A Dani kezdte. Így elfogadom. Igen. Igen. Persze az ifjú játékosok okkal lehetnek elégedettek, hiszen nem akárkiktől tanulhatják el a labdarúgás trükkjeit. Bodor Boldizsár 24-szer volt magyar válogatott. Légióskodott Hollandiában, Belgiumban és Görögországban is. Akadémiánk egyéni képzését azért is tartja fontosnak, mert neki ilyenben nem volt része saját pályafutása alatt. Általában csapatedzések voltak. Ott, ahogy emlékszem, nem igazán volt ez. Volt, hogy az edzőtéget külön hívott és elmondta egy-két dolgot, amit te magaddal vittél, és ezek nagyon fontos dolgok voltak, fontos például a pozícióból kiindulva. De nem volt ilyen sok, mint amit mi adunk a srácoknak. Az se jó, hogyha nagyon sokat egyszerre adunk, nagyon sok információt, de úgy gondolom, hogy ilyen fiatalon, ilyen törődést, ha mi kaphattunk volna, talán másképp nézett volna ki a pályafutás. Én ide fölállok szembe veletek, jön egy passz, létrán átfutsz, kapod vissza, itt a két pion között átjössz, lefordulsz valamelyik irányba, bepasszolod. Abban az időben nem volt. Én úgy érzem, ez mindenkinek a saját egója esetleg, vagy az önérzete késztette arra, hogy jobb legyen, mint a másik, ezért egyénileg sokat gyakorolt. De én is például a rosszabbik, gyengébbik lábammal magamtól tanultam meg, lekupíroztam, hogy jobban hogy rúgok, és akkor úgy gyakoroltam fal mellett a bal lábamat is. Így próbáltam tökéletesíteni. Salai Tibor egy korosztállyal idősebb, mint edzőtársa. Nyert bajnokságot a Honvéddal és a Váccal is. Előbbivel kupagyőztes is volt. 117 első osztályú bajnokit játszott, így neki sem nehéz bemutatnia azt, amit elvár a tanítványoktól. Azért néha néznek, hogy hú, még 52 évesen, tehát így ér labdához, meg így rúg valaki. Úgyhogy lehet, hogy nekik is ez egy ösztönzés, valamiféle ösztönző dolog, hogy igenis ők is azért szeretnének mondjuk így rúgni, mert még ettől messze vannak. A Salai név a 80-as évek óta jól cseng, Tibor pedig, mint utánpótlás edző, először a családon belül foglalkozott egyéni képzéssel, hiszen saját fiát készítette fel külön is. Ami kamatozott, hiszen Salai Roland már 28-szoros válogatott, és a Freiburg játékosaként túl van a 100. Bundesliga meccsén is. Annó itt az akadémián is dolgoztunk együtt, meg Siófokú, mindjárt ott csapatedzője is voltam, de itt nagyon sokszor maradtunk lent a pályán edzés után, aztán nagyon sok mindent gyakoroltunk. Megy a másik oldalra a passz! A két edző útja persze másként vezetett felcsútra, hiszen míg Salai Tibor korábban már irányított utánpótlás együtteseket, addig Bodor Boldizsárnak akadémiánk az első állomás helye. Az egyéni képzés, ez nekem egy új dolog. Kint ezzel nem igazán találkoztam, és örülök neki, hogy van egy ilyen része is az utánpótlás nevelésnek. Salai Tibornak arra a kérdésre nem volt nehéz felelnie, hogy szeretne az egyéni képzés után ismét csapatot irányítani. Megmondom őszintén, most már nem. Jobban szeretem ezt az egyéni fejlesztő programot, úgyhogy ezért is maradtam ennél a szerepkörnél. De kanyarodjunk vissza a Puskás Akadémia edzőpályájához, ahol a kiscsoportos foglalkozás során az egyéni képességeket javítják. A munka az utánpótlás csapatok edzőivel kezdődik. A velük való konzultáció, illetve a meccsnézések alapján alakul ki, hogy mit kell az ifjú labdarúgókkal külön-külön is gyakorolni. Melegítéssel kezdünk, most ilyen labdás passzokat, fordulásokat csináltunk. Volt először ugye a bemelegítés, utána a fölpassz, visszapassz, lefordulás, kapura bepassz, majd a végén lövések. Végig mozgásban vagyunk, van sok lövés, meg érdekes gyakorlatok. A közös gyakorlás persze közös gondolkodást is jelent, hiszen a játékosok az edzés során és utána is folyamatosan kapnak visszajelzéseket. Javítja a hibákat folyamatosan, hogyha fölép valami hiba a feladat során, amit csinálunk, akkor azt javítja. Jó lesz az.
Megbeszéljük meg ezt, ugye én is érzem, és én úgy érzem, hogy gyengébbik lábamat kell fejleszteni. A gyerekeket mi monitorozzuk is, tehát megnézzük a meccseket, esetleg visszamutatunk nekik néhány jelenetet. Most nem a taktikai részére gondolok, hanem a technikai hibákra, amit esetleg itt tudunk majd kijavítani. A határ zárja ezt a passához. Aztán mit csinált? Lenyitottál! Gyere a csatár! Gyere, Oli! Az, hogy valaki hogy ül a labdához, milyenek az átvételek, akár milyen a passzok minősége jobb a ballal, tehát ez szemben látható. Ugye a technika is hogy változik, és bizonyos helyzet megoldásokat, ugye hogy ismer fel, és hogy old meg. Ugye ez mind nyomunk is érhető. És ugye amit mondtál neki, azt, hogy megjegyezte, magával vitte, vagy sem. És ezekben mind nyomon követhető a fejlődés. De az edzők munkája sem fejeződik be a pályán, hiszen az egyéni képzésben is szükség van a folyamatos fejlődésre. Nagyon sok új dolog van már, amit én is interneten keresztül látok, és nekem nagyon tetszik, és látom, hogy lehet fejleszteni bizonyos dolgokat. Ebből is tanulok. Persze minden edző, ugyanúgy a csapatedzők és a saját múltjukból is elővesznek dolgokat, de én azt hiszem, hogy ahogy a foci fejlődik, úgy az edzőknek is kell fejlődni. És tehát ugyanúgy én is mondom, nézegetem, olvasgatok és látok új dolgokat, úgyhogy próbálom azt is beépíteni az edzésedbe. Hogy a két tréner munkája segítségével születnek-e majd új magyar futballcsillagok? Nos, az a játékosokon is múlik, de a cél elsősorban, hogy a labdarúgókat, csapataikat vezessék sikerre. De vajon mikor elégedett egy egyéni edző? Én akkor, amikor van egy egyéni képzés, én azt visszaláttam csapatedzésen vagy meccseken. Utána azért beszélgetünk a gyerekekkel, és lehet rajtuk látni, hogy most nekik ez jól esett, és elmondják, hogy még igen, vagy érzik ők is, hogy igen, ebben még lehet fejlődni, úgyhogy tehát a gyereken lehet látni azt, hogy most ez neki öröm volt ez az edzés, és tudja, hogy a hasznára válik, vagy pedig unalmas volt az egész, de ilyennel még nem találkoztam. Na, a lényeg az, hogy innen dekázba visszük a labdát, két karok között felemeled, és utána berúgod oda.